Senki nevében és senki szemében. Welcome to my world, won't you come on in? Welcome to my world, leave your cares behind. Először megnéztük a Disney egyik csúnya bukását, a kincses bolygót, majd leporoltuk a Fox fekete bárányát, a Titánt. Most itt az idő, hogy ránézzünk a Warner Brothers egyik alkotására, mely hasonló sorsra jutott, mint az említettek. Érdekes, hogy minden nagyobb stúdió, ami foglalkozott klasszikus animációval, legalább egyszer nagyon csúnyán bebukta. Engedjétek meg, hogy a szuper haver szót elengedjem, ez a címfordítás önmagában egy törzszúrással ér fel. Az Iron Giant egy jóval mélyebb, kifinomultabb alkotás, mint amit ez a magyar cím sugallni képes. A vasóriás Brad Bird szerelem projektje volt, a Warner Bros. Feature Animation égisze alatt készült el 1999-ben, ám a 70 milliós költségek csupán 23 milliót termeltek vissza. Igen, még a Titán bukásának is alálicitált. A probléma okaként mai napig legfőképpen azt jelölik meg, hogy a hatodik érzékkel sikerült közös premier dátumot kapnia, ami konkrétan legyalult a pénztáraknál. Másik ok az volt, hogy a Warner szimplán harmadolta a büdzsét, főleg a promó költségeket, mivel az előző animációs filmjük, a Bűvös Kard is bukás lett. Az elkészülte után Bird ragaszkodott ahhoz, hogy azonnal indítsák útjára a filmet, hiába javasolta a stúdió, hogy még várjanak vele. Szóval az Iron Giant kevés pénzből készült, semmit nem is hozott vissza, nem kapott marketinget, így 99-ben szinte a semmiből bedobták néhány moziba, és mivel az égvilágon senki nem hallott róla, senkit nem is érdekelt. Ez volt a Warner utolsó egész estés tisztán animációs alkotása, míg 2004-ben ők is bezárták a divíziót. Az Iron Giant sztoria azért más, mint a kincses bolygói vagy a titáné, mert ezt az alkotást már megjelenésekor az egekbe magasztalták a tesztvetítéseken, a kritikák is dicsőítették, és a mai napig az a kevés ember, akinek volt hozzá szerencséje, elismeri az értékeit. Ezen sokat segített a 2015-ös Blu-ray kiadás Signature Edition néven is, de mivel Brad Bird Spielberg egyik nagy támogatottja volt, a Ready Player One-ban is feltűnik a vasóriás. Na de kezdjük is el! 1957-ben járunk, a hidegháború által túlvezérelt nukleáris paranoia körbelengi az egész Földet. Az űrverseny elkezdődik, a Sputnik is feltűnik az égen, hogy tovább generálja a feszültséget, ám ez alatt valami egészen más is megtalálja útját a Földünkre. Főhősünk Hogarth, egy 9 éves kisfiú, az átlagnál magasabb intelligenciával, apátlan családi háttérrel, mely gyakorlatilag az egyik összekötő elem ebben a Fekete Bárány trilógiában, mind Jim a kincses bolygóban, mind Kale a Titánban, mind Hogarth apa nélkül nőtt fel. Érdekes, hogy három különböző stúdió is ezt látta legkönnyebb azonosulási pontnak a 2000-es évek környékén. Minden esetre Hogarth és úgy teljes egészében az Iron Giant nagyon sok retrosak alapanyagból merít és jól átadja az 50-es évekbeli amerikai korszellemet. A nukleáris fenyegetés, a szovjetektől való félelem, valamint a kedvenc fekete-fehér skifieink is rendre megjelennek a filmben. Az egyik jelenetben Hogarth gyakorlatilag a Fiend Without a Face-t nézi, amelyet már be is mutattunk az 55. epizódban. Az Iron Giant kifejezetten olyan karaktereket használ, melyek sztereotipikusak az 50-es évekre nézve, legyen az a skifi rajongó kisrác, vagy a napszemüveges helyi menő fickó, vagy akár az X-aktákból szabadult kormányügynök, aki minden fiókban alieneket vagy szovjeteket lát. Vagy szovjet alieneket. A film első fele animációs filmek tempójához mérten számomra meglepően lassú, kimódolt tempóval bírt, amit el akar mondani vagy meg akar mutatni, azt nem kapkodva teszi. A film Hogarth és a vasóriás kapcsolatáról szól elsősorban, mivel a fiú bukkan rá az erdőségben bolyongó fémszörnyetegre, és hát így az első kapcsolat felvétel tisztje is az övé. Hogy hamar kiderüljön, egyáltalán nem egy rossz indulatú gépről beszélünk. A film rengeteg időt szán arra, hogy a kisfiú és a robot kiismerjék egymást, tanítsák egymást, és a köztük kialakuló kötelék elég erős legyen ahhoz, hogy a film második felében rájuk zúduló konfliktus helyzetekbe kellő dráma összpontosuljon. A vasóriás vizuálisan szinte az ellentéte a kincses bolygónak és a titánnak, mert bár ez is a 3D és a 2D ötvözete, itt pont a környezet az, ami 2D-s rajzokból áll, és maga a vasóriás lett háromdimenziósra megalkotva a legtöbb jelenetben. Az óriás animációja annyira aprólékosan lett kidolgozva, hogy szinte észrevehetetlenek az átmenetek, amikor 3D-ből 2D-be vált, és fordítva. A fák és bokrok animációjához az Elastic Reality nevű technológiát használták, amivel hajlították és görbítgették a rajzokat, hogy dinamikus hatást keltsenek, amikor az óriással interakcióba lépnek.
A három film közül szerintem egyértelműen a Vasóriás az, ahol a vizuális technikák a legnagyobb egységet alkotják. Ha pedig a felújított verziót nézi az ember, ez az alkotás kérdés nélkül egy igazi csemege lesz a szemnek. A Vasóriás karakterét sikerült a lehető legminimálisabb arc dizájnnal is olyan kifejezőre megalkotniuk, amennyire csak lehetett. A legtöbb jelenetben elég a szemét figyelnünk, és tökéletesen leolvashatjuk az érzelmeit, reakcióit. Egyébként az óriás a filmben összesen 53 szót mond, de ennél nem is lesz többre szükség az önkifejezéséhez. Ezen a ponton szeretnék rátérni magának a filmnek a mélyebb rétegeire, mert még a felszínen ez egy eléggé kiszámítható forgatókönyv, néhány jól bevált karakter archetipussal, azért egy gyerekmeséhez mérten elég kemény és határozottan érett oldala is van. Először is, az Iron Giant eredetileg nem olyannak lett megírva, amilyennek mi ismerjük. Ám ahhoz, hogy ezt megértsük, ki kell lépnünk az alkotás keretein kívülre, és kicsit bepillantanunk a rendező és az író személyes érintettségébe is. Az Iron Giant-et eredetileg Ted Hughes írta, The Iron Man néven 1968-ban, miután a felesége öngyilkosságot követett el. A célja az volt ezzel a gyerekkönyvvel, hogy valamelyest megnyugvást tudjon adni a hátramaradt gyerekeinek azzal, hogy a címszereplő vasóriás képes magát összerakni és helyreállítani még nagyon súlyos sérülések megszerzése után is. Brad Bird az alapmű szellemiségét átvéve kezdte elkészíteni az Iron Giant-et, ám ahogy elkezdtek rajta dolgozni, a rendező életében is történt egy tragédia. A nővérét lelőtte a saját férje, aki utána magával is végzett. A rendező gyásza a nővére iránt pedig annyira rányomta a bélyegét a munkájára is, hogy az Iron Giant egy jóval mélyebb tónusú művé alakult. Bird elmondta, és ez lesz a kulcs, hogy a nővére halálakor egy fura felvetés merült fel benne, ami később a Vasóriás lényegi mondani valójává érett. Ez pedig nem volt más, mint egy egyszerű gondolat, hogy vajon mi lett volna, ha a nővére életét kioltó fegyvernek lelke lett volna, és kijelentette volna, hogy nem akarok többé fegyver lenni. Ez a koncepció végül megszülte a film egyik legfőbb dilemmáját, a Vasóriás ugyanis hiába volt személyiségében békés, jámbor karakter, a sztori előrehaladtával hamar nyilvánvalóvá válik, hogy őt bizony egy idegen civilizáció eredendően fegyvernek építette, és mindenféle tömegpusztító arzenál rejlik a felszíne alatt. Amint a Vasóriás fenyegetve érzi magát, a programjában automatikusan bekapcsol egy önvédelmi mechanizmus, és kíméletlen szuperfegyverré válik. Ez pedig innentől nem egy egyszerű történet, mert a Vasóriás belső vívódását fogjuk megtapasztalni, a belé kódolt militáns alapprogram, mely gyakorlatilag az ösztöneinek is felfogható, próbálja felülírni a gyermeki kíváncsiságtól fűtött, törődő és játékos személyiségét, mely Hogarthoz köti. Ennek a vívódásnak persze a fiú is áldozatául esik, és hamar életveszélybe is fog kerülni. Ráadásul az amerikai hadsereg a már jól megszokott módon fel is vonul a Vasóriás ellen, hogy elpusztítsa azt. Nem semmi, hogy a Warner zöld utat adott Birdnek, és engedte, hogy ennyire nyílt és kőkeményen kimondott háború és fegyver ellenes üzenetekkel lásson el egy gyerekfilmet, de olyan módon, hogy a nukleáris pusztítás lehetősége nem csak érintőlegesen van megvillantva a filmben, de a teljes megsemmisülés nagy totálban kínálja fel önmagát a film fináléjában. Az Iron Giant nem azért erős alkotás, mert ne lenne kiszámítható, hanem pont azért, mert kiszámíthatósága ellenére is, amikor megtörténnek a várt események, melyeket már előre láthattál, ezeket mégis olyan erővel és mélységgel ruházza fel, ami kicsit fejbevágja a nézőt. A Vasóriásban működik a dráma. Nem próbálták ezt felvizezni, és a jól megszokott módon a határokon belül mozgatni a narratívát. Tényleg engedték Burnnek, hogy a személyes fájdalmát átkonvertálva hangos üzenetet közöljön le egy gyerekfilmen keresztül, amire véleményem szerint ekkora stúdióknál nem sűrűn van példa. Az más tészta, hogy akkoriban ezt az üzenetet nem hallotta senki, a filmet nem látta senki, reklám hiány nem is tudtak a létezéséről, a Vasóriás pedig megmaradt egy különlegesen szenvedélyes alkotásnak, hogy aztán hasonló sorsa jusson, mint társai. Az utóéletét tekintve azonban kialakult egy réteg, ami felfedezte, megszerette, kapott egy felújított, bővített Blu-ray kiadást is, tehát ez az alkotás legalább anyagi bukása ellenére nem tűnt el a süllyesztőben. De ha a fegyverre gondolunk, ami az egész művet inspirálta, ami megalkotta a Vasóriás ambivalens személyét, létezésének fundamentumát, felmerül a kérdés. Biztos, hogy a pisztoly legyen az, aki változni akar? A program vonja magát felelősségre, amiért úgy működik, ahogy programozták? Ő tegye fel a kérdést, hogy miért teszi azt, amire eleve hivatott volt? Nem lehetséges, hogy az egész egy hárítás, és valójában pontosan az ember az, akinek tükörbe nézve fel kellene ismernie, és határozottan kijelentenie, hogy senki nevében és senki szemében nem akarok többé fegyver lenni. I hear a voice in the morning.